Idén 44. esztendeje annak, hogy megalakult a Szerencsi Hegyalja Pedagógus Kórus. Az együttest 1969-ben Hagymási József alapította, akitől később Reményi János vette át a szakmai vezetői feladatokat. Jelenleg ezt a munkát Sándor Zoltán végzi, aki immár több mint negyed évszázada tölti be a kar vezetői tisztséget. A délutáni találkozó célja a taktoborzás volt, az énekkar vezetése szeretné visszahívni az egykori tagokat, akik elfoglaltságuk miatt már nem vesznek részt a próbákon. A Hegyalja Pedagógus Kórus vezetősége várja az énekelni szeretőket, akik szeretnének egy vidám közösség tagjai lenni. A helyi énekkar tagjainak az elmúlt évtizedek sikerekkel és gazdagon teltek. Tulajdonképpen egy évadzáró rendezvényen vagyunk, eltelt a tanév, és a pedagógusok leginkább a tanévhez kötődnek. Ez az utolsó szerdai rendezvényünk, szerdánként van a próbánk, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ünnepélyessé tesszük ezzel, hogy közösen összejövünk, megszólítottuk azokat a volt tagtársakat, illetve ritkábban járó tagtársakat is, úgyhogy nagyon szép számban jöttünk össze. Hogyan készülnek a fellépésekre? Minden szerdán próbát tartunk. Karnagyunk Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Karának rektora. Ő jár még ki hozzánk, már nagyon sok-sok éve, és segítségül most pedig egy fiatal kolléganőt kapott, társulkardos Zsuzsannát, aki Zsuzsát, aki saját nevelés tulajdonképpen a Város Zeneiskolájában végzett. Hogyan lehet a kórus tagjait összefogni? Kicsit nehezen mondhatom. Mindenkinek van elfoglaltsága, természetesen a nehéz körülmények mindenkire egyformán hatnak, de aki igazán szereti ezt a közösséget, szereti a dalokat, szereti az éneklést, az megteremti a lehetőséget, ha nem is minden alkalommal, minden próbára, de alkalomattán eljön és szeret együtt énekelni a kórussal. Míg a Rákóczi vár udvarán felállított bográcsban rotyogott az igazi hazai specialitás, a gulyás, melyet Fábián Ottóné titkár készített el segítőivel, addig a történelmi falak között az egykori és jelenlegi tagok nosztalgia vetítésen vettek részt. A jelenlévők a kivetített fotók, videók segítségével elevenítették fel az eddigi hazai és külföldi szerepléseket, kirándulásokat, melyeket együtt éltek át elmúlt 44 esztendőben.